Tarquiri autóján kőkemény munka folyik, és most már, ha jól látom, az airboxot is föltették, az első légbeömlőt, úgyhogy innentől kezdve egyenes út vezet addig, hogy ez az autó rajthoz álljon a második futamon. Chilton autóját is, még mintha kalapálnák. Nem, fűrészelik, kérlek szépen. Bocsánat. Szokartam mondani, hogy fűrészelnek valamit, igen. Eltévesztettem a szerszámot. De nem precíziós szerszámról van szó. Tehát nem a futómű beállítás része volt ez a manőver. Hát ezekben a szituációban a lényeg a funkcionalitás. De úgy tűnik, hogy Chilton autója egyben van. Még hogy egyben van, dönörű. Öreg ezek, na, nem, elő nem jó. Fehér szalag, hátul piros szalaggal dolgoznak, azért még ott valami... adnak a dizájnra is. Még valamit ott alakítani kell. Hát igen, konkrétan a géptető fölnyílna, ha nem ragasztanák le szerintem. Azért összetört ez csúnyán, tehát hogy... Na. Motort cseréltek Gabriele Tarquini autójában. Ezt a zen arcot. Még nem tudjuk, hogy ott tudok-e, ha rajta tudok-e állni a futamon. Közel járunk ahhoz, hogy el tudjak indulni. Nagyon keményen dolgozunk. Valami történt a bemelegítő edzésen, olyan volt, hogy egy elektromos hiba, amit nem tudtak megoldani, és az utolsó pillanatban úgy döntöttünk, hogy motort cserélünk. Ilyen az autósport. Elég tapasztalt vagyok már ahhoz, hogy túléljek ilyen dolgokat is. Már rakják fel az első lökköst, rendben lesz ez az autó, úgy gondolom. Lassan el kell kezdenie beöltözni. Meg is hátra, igen. Chilton föltette a szemüveget, jobban lássa Oriolát legközelebb. A barátját, aki már nem a barátja. Megbeszélik ők ezt. Chiltonék egyébként nagyon rendben vannak. Pénzügyileg is. Egyre közelebb járnak ahhoz, hogy Max meghosszabbítsa szerződését a Marussiánál a Forma 1-ben, és a hírek szerint, méghozzá megbízható forrásból származó hírek szerint ketten fizettek eddig a Deremelnek az új sevéért, az egyik Chilton, a másik pedig Hugo Valland. Erről is beszéltünk már, hogy a francia srác, aki olyan nagyon sokat még nem mutatott eddig, elég komoly anyagi háttérrel rendelkezik látszólag. Nem egy utolsó szempont ebben a sportban. 4,5 perc múlva az ára Box utca, jön egy újabb szünet. Na, Stuart Howe is talán most már megnyugszik, jár a motor Chilton autójában. Ezt is sikerült megcsinálni, le a kalappal a Deremel szerelők előtt. Ahogy mondtad, Laci, ezen a hétvégén megdolgoztak a pénzükért. És úgy tűnik, hogy Thomson autója is rendben. A rajtrács szerint, a hivatalos rajtrács szerint ott lesz a második rajtkockában a Lada. Őszinte leszek, a leginkább az ő teljesítményére vagyok most kíváncsi, amellett, hogy Norbinak sikerül-e valahogy Haftól ellopni, visszaszerezni az ötödik helyet. Egy óriási lehetőség előtt a Lada. És hatalmas fegyvertény lenne, hogyha dobogós helyezéssel zárnák a szezont. Közben megérkezik a célegyenesbe Tom Coronel, aki idén már 2 futamot nyert, és szeretne egy harmadikat is. Legyünk őszintén, jó esélye van rá, ha el tudja kapni a rajtot úgy, ahogy egy BMW-vel el lehet, és a Lisszabon kanyarig megőrzi a vezetést, onnantól kezdve nagyon nehéz lesz őt megelőzni. Bár az is igaz, a hétvége előtt föltett a YouTube-ra egy videót, ahol bemutatta az elmúlt 18 év baleseteit, amit ő itt Makaóban elszenvedett. Azt mondom, hogy többször törte össze az autóját, mint ahányszor Norbi elindult ezen a versenyen. Igen. Azt hiszem, 3-szor törte össze magát elég csúnyán Forma 3-as autóval, mert ő annak idején még Forma 3-as futamon is ment.
és azért a VTCC-ben is zúzott egyszer-kétszer. Tarquini autója még a boxban, de én azt gondolom, hogy hát a rajtrácsról már biztosan nem fog elindulni. Az nem fontos nekik. Nem, egyébként ennek nincs semmi jelentősége. Azt gondolom, hogy ez elsősorban, ahogy te is mondtad, a szponzorok miatt fontos, illetve azért, hogy teszteljenek egy picit, gyűjtsenek még egy kis adatot. Az eredmény szempontjából igazából nincs jelentősége. Meg tényleg ezen a pályán megjósolhatatlan, hogy mi fog történni, mit hoz. Egy rajt, bármi. Tehát itt olyan dolgok történhetnek, ami teljesen felboríthatja a sorrendet. Jön McDowell is, aki megnyerte a privát értékelést a futamban, az első futamban. Viszont ugye a privát bajnoki címre már nincs esélye. Tarquini bent az autóban. Itt van egyébként Michele Caporazzo, hozzánk legközelebb, ő Tarquini versenymérnöke. Néhány héttel ezelőtt, mikor itt volt Bári Dávid, ő mondta azt, hogy gyakorlatilag az a nehéz a versenymérnöknek, hogy minden felelősség az ő vállán van. Tehát ha egy szerelő valami rossz dolgot csinál, nyilván nem arról beszélünk, ha valamit elront, de ha mondjuk egy rossz döntést hoznak, és azt a szerelő megcsinálja, akkor nyilván nem a szerelő terheli a felelősség. Az egész szerelőgárdát a versenymérnöknek kell összefognia. Ugye van, ahol ez 5 vagy 6 szerelőt jelent egy autónál. Én úgy hallottam, úgy tudom, hogy vannak olyan versenyzők, akik 3 szerelővel megoldanak egy egész évet a VTCC-ben, és abból az egyik a versenymérnök. Na közben már rákerült a motorborítás is a hengerfejre. Szépen lassan azért egyben van ez az autó, a padlólemezt teszik majd még vissza a helyére. Még van egy jó szűk 10 percük a felvezető körig. Addig összerakják. Rá ne engedd szerelőre az autót. Egyébként ezért vannak, többek között ezért is vannak azok a bakok az autó alatt, tehát nem a úgynevezett airjacken, tehát a pneumatikus emelőn áll az autó. Egész addig, amíg meg nem győződtek arról, hogy senki nincs az autó alatt, addig nem engedik le. Most följebb emelték egyébként, tehát még annál följebb is. Na nézzük akkor, hogy áll a rajtrács. Mark Bassengel kezdjük, aki a 11. rajtkockából indul majd a második futamon. Nagyon nagyot meccselt Oriolával. Én továbbra is azt gondolom, hogy hiába volt az év közepén egy hullámvölgy, ő neki helye van a VTCC-ben, és nagyon remélem, hogy jövőre visszatér, vagy 2015-ben legkésőbb. Azt mondják egyébként, hogy nem biztos, hogy csak René Münich indul egy-két futamon majd jövőre. Lehet, hogy Basseng is benevez, amikor nem ütközik a GT-s programmal. Müller autója már kint a rajtrácson, Müller a 10. helyről indul. Nem hiszem, hogy kockáztatni fog. Viszont szokásához híven egy fél lehetőség kínálkozik az előzésre, azt ő ki fogja használni. Jövőre már a Citroën pilótája lesz. A shanghai és a makaui futam között egyébként megint tesztelt a Citroën. Állítólag már Robert Kubica is autóba ült, közben felkerül a Hondára a fenéklemez. Robert Kubica is Sebastian Loeb tesztelt a hírek szerint Monzában. Erről több videót is lehetett látni, illetve megint autóba ült José María López, aki megnyerte az argentin hétvégét a BMW-vel idén, és egyre többen beszélnek arról, hogy López lesz a harmadik versenyző, bár nekem van egy elméletem még. Most indult először VRC autóval, VRC futamon Kubica ezen a hétvégén. 2 nap alatt 2-szer borult fel vele, illetve törte össze, nem borult fel, csak törte össze. Egyre inkább van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy a Citroën nem akarja majd őt betenni a gyári VRC csapatba. Attól függetlenül, vagy annak ellenére, hogy abban mindenki egyetért, hogy elképesztően gyors, viszonylag kevés tapasztalattal, de nagyon-nagyon sokat borul. És Weber Gabi írta ki a Facebookra, valamennyire egyet tudok vele érteni, már aggódom egy picit érte. Igen, úgy gondolod, hogy túlzásba esik?
Azért aggódom érte, mert szerintem az idei évben összeszámolnánk, hogy hányszor borult, és arról hányszor írtak, és hogy hányszor borult úgy, hogy arról nem is írtak. Nagyon sok. Ettől függetlenül egyébként beszélgettem Magyar Bence kollégámmal erről, és ő azt mondta, hogy szerinte más rally versenyző is borul, meg tör ennyit, mint Kubica, csak arról nem írnak annyit, és nincs annyira a nyilvánosság előtt. Közben Alain Simonsenre és Sean Edwardsra is emlékezik ezzel a matricával Rob Huff. Alain Simonsen a Le Mans-i 24 óráson vesztette életét idén, Sean Edwards pedig még októberben egy ausztrál versenypályán oktatóként ült az anyósülésen valaki mellett, amikor halálos kimenetelű balesetet szenvedett. Nem volt ez egy jó év az automotorsportok számára, azt hiszem tegnap derült ki, hogy a Dakaron is nagyon eredményes Kurt Casselli is életét vesztette egy amerikai tereprally versenyen motoros. Még nem állnak azért annyira jól, bár van még hátra, majdnem, már nincs 5 perc. Szóval visszatérve Kubicára, én még azért azt mondom, hogy sokkal inkább itt lenne a helye, mint a ralliban. Oh, de szép körme van Ildikónak. És én úgy gondolom, hogy az ő tehetsége ugye egyrésztről nincs kétel, tehát az egyik legtehetségesebb Forma 1-es pilóta volt. Nagy valószínűséggel a balesete miatt és a sérülései miatt nem fog tudni Forma 1-es autót vezetni. Úgy gondolom, hogy viszont itt egy ilyen VTCC-s autóban nem érné akkora terhelés, és szerintem a pályaversenyzés sokkal jobban menne neki, mint a rally. Én egy kicsit szurkolok annak, hogy a harmadik Citroenbe őt ültessék be egy egész teljes szezonra. Nem valószínű, vagy nem... Nem mondom, hogy nem valószínű, nem... Talán Lópeznek most nagyobb esélye van erre a dologra, hogy ő legyen a hármas autóban, de ha összejönnek Kubica, én nagyon örülnék neki, hogyha itt lenne a VTCC mezőnyében. Biztos vagyok benne, hogy látnánk tőle egy-két érdekes dolgot, és egy nagyon komoly formátumú pilóta kerülne be, egy top pilóta kerülne be a világbajnokság sorozatába, ami azért jót is tenne, valljuk be őszintén, a sorozatnak. Igen, Lőbbel együtt. Igen. Lehet, hogy az előbb picit félreérthetően fogalmaztam. Nem arra gondoltam, hogy a Citroen VTCC-s gyári csapatába nem akarják őt bevenni, hanem hogy a rally csapatba. Uh-huh. És akár ez, az elméletem úgy folytatódik, hogy akár ez talán eredményezheti azt, hogy meggyőzik arról Kubicát, hogy inkább induljon a VTCC-ben. De ez abszolút fejtegetés, tehát a hivatalos álláspont jelenleg az, hogy amennyiben a Citroennel versenyez jövőre a ralliban, akkor egy-két futamon mindenképpen szeretnék rajthoz állítani a VTCC-s autóval is, és itt kérdezték korábban kedves nézők, azt gondolom, hogy igen komoly realitása van akkor annak, hogy az egyik ilyen futam a Hungaroringi lehet. Igen. Azért egy dologra kíváncsi lennék, hogy Müllerhez, Lópezhez, vagy Lőbhöz képest milyen időt tud autózni ugyanazzal az autóval. Nyilván ezeket nem fogják publikálni, ezeket az időeredményeket, de azért ez egy érdekes és mondjuk egy előrevetíthető dolog lenne, hogy mégis mit tud a többiekhez képest. És hogyha mondjuk tudja ugyanazt a szintet, amit egyébként szerintem simán tud, akkor azért tényleg érdemes lenne ezt megfontolnia. Lehet, hogy nem tartja egyébként elég izgalmasnak. Azért elég őrült és egy adrenalin hajház. Azt azért tudjuk róla. Tehát... Igen. Hát szerinted egy olyan baleset után ki akarna még rally versenyen indulni, amiben majdnem elvesztette? Azért tudnék még egy-két ilyen embert mesélni. És szerintem még csak a négy keréken versenyzőkről beszélünk, a motorosokról inkább ne is szóljunk semmit, mert az igazán durva arcok ott vannak köztük. De ettől függetlenül Kubica eddig akárhányszor nyilvánosan, hivatalosan megnyilatkozott, mindig arról beszélt, hogy ő elsősorban a ralliban képzeli el a jövőt, számára a ralli jelenti az igazi élvezetet. Tudjuk azt is, hogy a Citroenen kívül más csapattól is kapott ajánlatot, például a Fordokkal versenyző M-Sport is szívesen szerződtetné őt, de szerintem akár a Hyundaihoz is bekerülhetne, ha arról van szó,
Robert Kubicát bárki tártkarokkal várná. Ez a jövő zenéje. Minden esetre nekem elgondolkodtató volt picit, amikor olvastam ezt a két nap alatt két balesetet a bemutatkozó VRC-s futamán. Nem biztos, hogy ez volt a legjobb ajánlólevél 2014-re. Az utolsó egy percre fordulunk közben. Tarquini autója még mindig a boxban, itt pedig a Rajtrács, Coronel és Thompson az első sorban, Nash és Chilton a másodikban. Óriási harc lesz az összetett harmadik helyért. Aztán jön McDowell és Norbi, majd Huff és Montero. A 2013-as szezon utolsó bemelegítő körét kezdték el a versenyzők. Jön a második futam Macaóból. Mihalis Norbi a hatodik rajtkockában, Coronel az élen, Thompson pedig a második helyen. Coronel először szerzett egy szezonban két futam győzelmet, és most itt a lehetőség, hogy meglegyen a harmadik is. Nehéz mit mondani. Az biztos, hogy a rajtot követően, ha jól tud eljönni, akkor a Lisszabon kanyarig még megőrizheti a vezetést. Vagy azt nem mondom, hogy biztos, semmi sem biztos. Aldo Preo, illetve Coronel kedvese, Polienzvárt. Viszont, hogy utána mi lesz? Hogy mondjuk a második, harmadik körben, az egyenes végén hogy fognak megérkezni mögéjük a sevik? Az egy nagyon nagy kérdés. Ott van Nash és Chilton, mind a ketten őrülten elszántak lesznek, hiszen az összetett harmadik helyért harcolnak. Mindkettejük számára óriási fegyvertény lenne az összetett dobogón végezni. És ott van még mögöttük Huff, illetve Norbi. Az, hogy Huff mennyire motivált, azt nem tudom, de hogy Norbi rettenetesen az, az egészen biztos. Aztán jön Montero. És nem kell tovább lépegetni, hogy találkozunk Ivan Müllerrel, aki meg kilógott a mezőnyből. Úgyhogy lesznek még itt csodák. Közben egyébként azt a hírt kaptuk, hogy Konstantin Csálkó kapott egy áthajtásos büntetést, mert összetaknyolta a pályát. Ami nem szép dolog. Főleg Macaóban. Igen. Vagy hogy a klasszikus mondja, főleg más pályáját. Itt van Müller, mögötte Basseng. Jó van, Basseng azért két neves ellenfelet kap, két sevist erre a hétvégére. Oriolát az őrületbe kergette. Oriolát nem kérdezték meg a Nash esetről. Igen, lehet, hogy elhajtotta bent. Lehet. Azt mondta, hogy már nem a barátom, nem nyilatkozom róla. A barátom, aki azt mondta, hogy már nem a barátom, így már nekem sem a barátom, úgyhogy... Szóra sem érdemes. És Basseng mögött a 12. helyen ott van Tom Boardman megint. Egy dupla pontszerző hétvégével zárhatja a szezont. Alessandro Mariani osztja az utasításokat, viszont nem láttuk Tarquini autóját kijönni a boxból. Ez nem jó hír. Te láttad? Nem láttam, de azt gondolom, hogy mutatták volna, hogyha a boxba marad. Hát talán azt is, aki jön. Azért egy felvezetőkör annyira nem érdekes, hogy erről lemaradjuk. Mindegy, hát reméljük, hogy ott van, és el tud indulni Tarquini. Igazából annak sincs nagy jelentősége, ha mondjuk két kör hátrányban tud csak kijönni a boxból. A pontszerzés nem igazán elérhető számára. Meglengedték hátul a zöld zászlót, jöjjön akkor 2013 utolsó futama. Coronel és Thompson az első két helyen, aztán Nash és Chilton elég gyorsan elengedik őket, és jól kapta el a rajtot Coronel, de mennyire jól, viszont Thompson is tartja egyelőre a második helyet, és Norbi belül meg tudja előzni Chilton. Norbi nagyon nagyot rajtolt, de hatalmasat rajtolt, és neki megy Norbi a falnak. Rázárt. A csuda vinnél, és össze-vissza törik a Hondát. Hát az első futamot megúsztuk, a másodikat nem. Rázárt Norbira Chilton, összementek. Norbi megpróbált belül elmenni, Chilton nem hagyott neki helyet, mondjuk nem is nagyon tudott ebből a szögből, ahogy láttam. Piros zászló gyakorlatilag a mezőny fele összetört. Ez fájhatott. Itt van Norbi, itt van Benani, Ouyang, ott van Münich,
A túloldalon az egyik Campos, Boardman rettenetesen dühös, ő is kiszállt már az autóból. Még egy autó ki is gyulladt. Hát ezzel gyakorlatilag, igen, az Boardman autója, ami kigyulladt. És integet is a szerelőknek, hogy illetve a sportbíróknak, hogy jöjjenek oltani. Na, az nem lesz könnyű Makaóban sportbírót találni. Nézzek, ott áll egy sportbíró, aki lenged dupla sárgával. Nem tudom, miért nem jön már a piros, mert hogy itt nem lesz futam, az egészen biztos. Most már az időmérés mutatja a piros zászlót, mindjárt be is vonják a sárga zászlókat. Még mindig csak sárgával lengetek. Na most előkerült itt a piros. A zöld helyett megjött a poroltó is. Jó 2-3 perces késéssel. Akkor ennyi. A csuda vinné el. Itt nagyon jó helyet fogott egyébként Norbi. Előrébb volt egyébként. Nem volt Norbi nem volt előrébb. Tehát Chilton volt előrébb. Ettől függetlenül Norbinak nem hagyott helyet, összeakadtak. Chilton... Hát nem tudom. Jó lenne egyébként megnézni egy másik kamera képből, mert pont akkor fordult a kamera. Nem lehetett igazán jól látni. Ez már a vége. Itt már összeértek, igen. Ez már a vége. Azt nézem... És még innen hátulról még megtolták Norbit igazából. Igen. Ugye jött kifelé, nekiért, hozzáért a szalagkorláthoz. Hát Norbi indította el. Én úgy láttam. Norbi és Chilton között történt először a baleset, és utána jöttek a többiek. Rendkívül csalódott az egész csapat. Michel Nükier megint az engősöknél. Ez teljesen lenullázta. Az engő motorsport Hondáját, de nem csak az övét, hanem itt legalább 5-6 autót, lehet, hogy még 8-at is összetörtek. Közben a Twitteren azt írják az engősök, hogy Norbi jól van. Ez a legfontosabb hír. Jó lenne egy másik kamera képet látni, hogy pontosan hogy történt. Ez hideg zuhany így kezdésként. Norbi volt belül, Chilton jött kívülről. Chilton előrébb volt, de Chilton nem hagyott helyet Norbinak igazából, és úgy fordult el balra, hogy közben összeért Norbival. Most azt nem láttam, hogy Norbi lökte meg, mert igazából Norbinak el kellett volna ebben a szituációban azért venni a gázt, mert nem tud balra közvetlen hirtelen tőre elfordulni, úgyhogy igazából Norbi nem tudott hova menni. Chiltonnak szélesebben kellett volna kanyarodni. Hát most mondjuk mondom én ezt innen kívülről, úgyhogy szemből oldalról láttuk, nem annyira volt egyértelmű számomra a szituáció. Na itt van még egyszer. Pont elkapják a kamerát, pont a legfontosabb részt nem látjuk. Pont az nem látszik, hogy mekkora helyet hagyott Chilton. Közben a versenyirányítás közli, hogy a pilóták fölveszik ugyanazt a rajtsorrendet, amiben indulniuk kellett volna. Ebből már nem leszünk okosabbak, tehát pont az a rész nincs meg. Norbi összeért Chiltonnal. Chiltont egy picit keresztbe fordította, ezzel ahogy keresztbe fordult Chilton, Norbi elvette a gázt, azonnal instabillá vált az autó, és neki ment a jobb elejével a szalagkorlátnak. Azzal, hogy keresztbe állt Norbi a szalagkorlátról visszapattanva, neki mentek hátulról, és úgy indult el a tömegbaleset. Makao összes darús autója most megérkezett. Körülbelül 10 autót kell majd kiemelni, és még van legalább 2-3, ami megsérült. Egy olyan 10-12-14 fővel csökken most a mezőny. Hugo Valant autója rettenetesen összetört. Ez már nem fog rajthoz állni. Ez a kocsi a második futamon. Itt van Boardman. Majdnem ketté harapta a szalagkorlátot, annyira dühös volt. Meg is értem egyébként, egy nagyon balszerencsés szezon után, vagy szezon végén, most lett volna lehetősége mind a két versenyen pontot szerezni. De hát ez Makaó. Makaóban látsz ilyet, valaki keresztbe áll az egyenesben, akkor minimum 8-10 autó törik még.
2, 4, 6, 8, 10, 11 autó, ha jól számolom. Ők értek vissza a célegyenesbe. Ja, és arról nem is beszéltünk, hogy Chiltonnal mi a helyzet. Ő vissza tudott jönni? Chiltonnak a jobb hátulja sérült meg egy picit, ahogy Norbi neki ment. De ő megúszta, nem? Most hirtelen tovább nincs. Ment. Most az, hogy a futóműve sérült, azt nem látszott, de tovább ment. Egy ártatlan, szenvedő fél itt a balesetben. Rendben vagy? Nem volt még olyan nagy a sebesség az álló rajt miatt. Teljesen őrült volt ez a rajt. Mindenki helyezkedett, aztán egyszer csak láttam, hogy Norvit valaki megforgatta. Olyan volt, mint a bowlingban, amikor odagurítják a golyót a bábuk közé. Aztán lángok csaptak ki az autóból. Borzasztóan csalódott vagyok. Nem lesznek kedvenceim az utcai pályák. Talán majd jövőre. Ugye Marrakeshben is összetört az autót, akkor a bemelegítő edzésen. Most erről nem ő tehetett. Nagyon szimpatikus rác egyébként, és nem is rossz pilóta. Nyertő futamot a BTCC-ben is volt, brit és spanyol Seat Leon kupa győztes is. Idén nagyon balszerencsés volt az éve. Igen, itt eljön Chilton, ő megúszza. Pont mögötte szabadul el a pokol, és azt nézem, hogy a Campos Seat Valant autója lehetett az, ami neki ment Norbiénak. És azért néz ki így. Hát ezt majd ki kéne kockázni. Hát nem túl jó így zárni egy évet. Tavaly is így zártuk. Hát nagyon összetört ez a kocsi. Az a baj, hogy... Ez az Oli arcára minden rá volt egyébként picit író. Drágább lesz ez a Honda, mint tavaly a BMW volt. Borzasztóan össze van törve. Nagyon komoly különbség van az alkatrész árak között. Hát nyilván ez egy olyan autó, amiből összesen 4 darab épült, sőt ebből a fajtából csak 3. Nagyon drága hozzá az alkatrész. Nem tudjuk igazán jól kielemezni ezt a helyzetet, mert pont a legfontosabb pillanatot nem láttuk, azt, amikor összeért Chilton, illetve Norbi autója. De hát emiatt azért olyan nagyon határozottan nem is fogunk állást foglalni. De azért azt elmondhatjuk, hogy elég kockázatos helyet választott magának Norbi, hogy oda bement Chilton mellé. Hát nézd, az a helyzet, hogy azért ez egy rajt, az mindig kockázatos, pláne egy ilyen szűk utcai pályán, tehát Norbi megpróbált előrébb kerülni, és volt is egy pillanat, amikor úgy éreztem, hogy meg is van. És utána ő már érezte azt, hogy nem lesz meg, és elkezdte elvenni. És ugye arra számított, hogy hagyni fognak neki helyet. Csak hát amikor négyen próbálnak elkanyarodni egy egyébként is szűk helyen, akkor azért erre nincs mód. Nyilván ez most... Én nem törnék pálcát senki feje fölött. Tehát ez egy szerencsétlenül kijött dolog volt. Hát... Chilton nem tudott mit csinálni. Tehát igazából ő elfordult ott, ahol tudott, középen volt. Norbi ben volt belül. Most mondhatjuk azt, hogy Norbi idézte elő, de mit csinált volna? Hova ment volna? Tehát igazából azt nem tudom megmondani, hogy Norbinak mit kellett volna csinálni, és azt se tudom megmondani, hogy Chiltonnak mit kellett volna csinálni. Tehát nem vagyok okos ebben a dologban. Nem mondanám, ez hogy egy ez a nehéz a rajtban. Főleg egy utcai pályán. Ez már megint a vége. Itt már elvette a gázt Norbi, tehát itt már keresztbe csúszik, itt már nem tudott mit csinálni. Ahogy elvette a gázt, instabillá vált az autó. Tehát itt nem az volt, hogy ő most neki ment Chiltonnak és tolta, hanem egész egyszerűen elvette a gázt, és abban a pillanatban már úszott az autó, és nem tudott mit csinálni. Ott ő már előtte kapott egy lökést. Egyébként itt most lehetett jól látni, hogy valóban Valant ment neki Norbinak, és azért néz ki így a Seat.
De már azt megelőzően neki ment a korlátnak a Honda, tehát anélkül sem hiszem, hogy Norbi ezt kibírt, mármint Norbi autója eljutott volna a rajtig, az újra rajtig. Marcello Lotti beszélget Iván Müllerrel, közben a sportbírók mutogatnak valamit, de nagyon. Valószínűleg megérkezett egy újabb autó. Elkezdik föltakarítani a pályát, miközben az utolsó összetört autó is fölkerült a teherautóra. Na, meghallgatunk még valakit. Még nem árulták el, hogy kit. Norbit. Picit sántikálsz. Everything happened when turning into the first corner. I think we were trying to do the corner or take the corner three side by side. Hárman egymás mellett próbáltunk elfordulni. Én voltam belül, középen Chilton és még valaki mellette. Tom, I think he had to close the gap. I was on the inside. Front right broke and I just went into the barrier and then everything happened so fast. So I'm really sorry for the damaged car, because the guys will have a lot of work back home, but my target was to go for fifth overall, so I knew I have to take some risk at the standing start. I had a good start, so I think I could have gone up until a fifth or maybe also fourth, but at the end it didn't happen, unfortunately. It's a pity, because I think a podium finish could have been possible also in the second race. When you are involved in an accident like that and you have that initial impact, you know nothing more you can do. What do you do inside the car? Yeah, it's not much you can do. You just release the steering wheel and then you just let everything happen around you. I was lucky because there was high speed already, so I think everyone behind me was arriving with 160. 170k, so I think I've been lucky with nobody hitting me that hard, so I think maybe that's the most important thing right now. Glad to see you're okay. Thank you. Hát röviden, tömören elmondta Norbi, hogy egyrészt szerencsésnek érzi magát, hogy ilyen nagy tempónál 160 km/h fölött nem ütköztek bele jobban, és nem lett nagyobb baj belőle. Elmondta azt is, hogy egy ilyen helyzetben a versenyző már nem sok minden tehet, elengedi a kormányt, hogy a futóművet érő ütések ne, hogy eltörjék a kezét, a csuklóját, az ujját. És ő annyit mondott, hogy egymás mellett mentek hárman, és picit bezárta a kaput Chilton, de én úgy éreztem ebből, hogy Norvi nem hibáztatja őt, tehát abszolút versenybalesetnek. Nem tudott Chilton mit csinálni, tehát ő mellette is voltak. Nem tudott volna nagyobb helyet hagyni valószínűleg. Az volt, amit Norbi ugye mondott, hogy neki megütött a kerekét, és onnantól fogva már nem tudott kormányozni, tehát igazából onnantól fogva már gyakorlatilag utas volt. Az látszott is, hogy befelé jött a kanyarba, ott már ő igazából a második ütésnél már nem tudott mit csinálni. Igen. Tehát nem azért lökte Chiltont, mert ő lögdösödni akart, hanem egész egyszerűen már kormányozhatatlan volt az autó. Akkor már valószínűleg az első ütésnél eltört a kormánymű. 10 perc múlva jön az újra rajt, és a helyszínről érkező hírek szerint a biztonsági autó mögül rajtol majd a mezőny, nem akarják megkockáztatni még egyszer, hogy ilyen balhé legyen. Nash örülhet, mert ő autója megúszta, és harcolhat tovább az összetett harmadik helyért. Közben kiderül, hogy még egy jó 3-4 percet hozzáadnak a rajtig. Tehát jelen pillanatban úgy fest, hogy egy olyan szűk negyed óra múlva indulhat a futam. Igen, azt gondolom, hogy ezt a helyzetet kiveséztük, tehát ez a klasszikus rajtbaleset, amikor nyilván nagyon dühítő, hogy Norbi is benne van, és hogy ezzel elveszítette az esélyét, hogy az összetett ötödik helyért harcoljon. De ilyen már másokkal is történt. Nem is egyszer. Mit láttál? Azt láttam, hogy Norbi megforog. I can a little bit break and don't go in front of him directly, but somebody was in my left side, I think Stefano Daste. But he was also Daste volt mellette, ő sem nagyon tudott hova menni. Belement a falba, és még aztán páran, ketten-hárman eltalálták őt is.
Megpróbált menekülni, de túlságosan közel voltak hozzá, nem volt hova menni. A középmezőnyben, Macau-ban az ember néha keményen megfizet. Yes, for sure. Disappointed for not to be in Q2 because we have been a lot of time. But we know that here we need speed. We need the good engine, and we pay it from the beginning on this weekend. We know it. Macau, they are three long straight, and we need to have a lot of power. So we know that it's gonna be tough. Tudták már az elején, hogy a BMW-vel a gyengébb motor miatt nem lesz igazán jó esélyük. Szép eredményekre, de most beszélnek a jövőről is egy picit, hogy Hondát fog vezetni jövőre. Egy Pro Team csapattal indul jövőre is. We have seen that this year we can fight for have a good results. We have doing two times in the second position overall. Kétszer volt idén második a BMW-vel, úgyhogy arra számít, hogy a Hondával is majd dobogós helyekért harcolhat, és nagyon szeretne az első marokkói világbajnok lenni. Ezt ajánlja ismét az ellenfelek figyelmébe Tom Coronel. Mindenki nyelje a porát. Minél több versenyzőt hallgattuk meg, annál inkább kirajzolódik az, hogy ez sajnos benne van, főleg egy ilyen veszélyes utcai pályán. Talán egyébként ezért nagy kár, amit itt most láttunk, hogy még Valand ennyire durván belement az autóba, mert egyébként viszonylag kisebb sérülésekkel megúszhatta volna talán a Honda. Nem tudom, hogy Valant mit látott, és mit fogott fel, és mondjuk mennyire az ő hibája, hogy amikor már 3-4-en pörögtek előtte, akkor ilyen tempóval neki ment Norbinak. Rettenetesen nehéz ilyenkor reagálni bármire is, nem? Egyrésztről rettenetesen nehéz, másrésztről egy pörgő autót sose tudsz kiszámolni, hogy mikor tapad meg, és hova fog pördülni, tehát már ilyenkor teljesen lútri, pláne egy ekkora tömegben, amikor tényleg az autó mellett megy folyamatosan, és nem is nagyon tudsz menekülni, ahogy Benáni is elmondta, igazából nincs hova menekülni, nincs lehetőség menekülni, nincs bukótér, nagyon közel vannak egymáshoz az autók. Ilyenkor utólag okoskodni teljesen fölösleges, egyrészről azért, mert nem lehet abban a tized század másodpercben jól megítélni a helyzetet, itt már tényleg csak a szerencsén múlik. Másrésztről meg olyan szerencsétlenül volt bekamerázva ez a kanyar, hogy igazából nem is látjuk, hogy pontosan mi történt. Érdekes egyébként, hogy a Facebookon a kedves nézők alapvetően úgy látják, hogy Norbi egy picit nagy kockázatot vállalt ebben a helyzetben, és hát igen, aztán ugye később megjött az információ, hogy maga az ütközés, vagy azután, hogy összeért Chilton, eltört a futómű, azért egy picit az megint változtat a helyzeten. Nagy törött, kockázatot vállalt. Hát, törött futóművel nem tudsz már befordulni. Egy részről, más részről ez egy túrautó világbajnokság. Itt igen, nagy kockázatot vállalnak a pilóták, mikor a álló rajtnál elindulnak, tényleg egy ilyen 160-180 között megpróbálnak a szalagkorlátok között elkanyarodni. Hát ez erről szól. Ha nem vállal nagy kockázatot, akkor meg lehet, hogy bukik három helyet. Most persze utólag okosak vagyunk, hogy nem biztos, hogy összetörte volna magát, de hát így nem lehet hozzáállni. Igenis, nagy kockázatot kell vállalni, néha nem sikerül, de még egyszer mondom, én nem gondolom azt, hogy Norbi hibája lett volna. Rajtból esett. Egyébként sokan írják azt, hogy jó lenne belső kamerás képet látni, és ez tényleg érdekes, hogy egy nem mutatnak autó, semmit. Egy valószínűleg nem véletlenül. Sincs. Igen. Hogy egy autóról sincs, csak környéken fedélzeti kamerás kép. Biztos, megmondom, hogy rengeteg van, nem véletlenül nem mutatják, bocsánat. Igen, nem figyeltem azt az első futamon, hogy ki az, aki... De várjál, csak azt meg lehet nézni egyébként a hivatalos VTCC honlapon. Elméletileg ki szokták tenni, hogy kik kapták a kamerákat. Na, jól hallottam, hogy Oriola?
interjút fogunk hallgatni? Aki már nem barátja Chiltonnak? Nem, sajnos most már nem adják ki azokat a... Na, lehet, hogy mégis. Na, itt van, megvan. Kamera, kérlek szépen. Huff, Tarquini, Thomson, Müller, Nash, Monteiro és Chilton. Mondjuk Chilton kamerájával olyan sokra nem mennénk, ha csak nincs hátrafele. Kamerája egyébként a szabad edzésen volt benne hátrafele néző kamera, tehát van olyan kamera elméletileg, amit megnézve láthatnánk, hogy mi történt. Neked van igazad, valószínűleg nem véletlenül nem akarják ezt egy előre megmutatni. Talán te voltál az utolsó, aki megúsztad. Fogalmam sincs, hogyan. Rengeteg autó csúszott keresztbe, kasul körülöttem. Megpróbáltam valahogy elkerülni őket. És elkerülni a balesetet. Biztonsági autó mögül rajtolunk. Lehet még esélyem a dobogóra, akár a második futamon. Nagyon gyors volt az autód az edzéseken. Hogy érzed magad most? Tökéletes a kocsi. A gumik sajnos megsérültek. Gondolom, itt az első futamról beszél. Autó rendben van. Szerintem az első 5-8-ban, 7-ben benne lehetek. Most már sajnos mennie kell, úgyhogy nem volt idő beszélni a Chilton féle esetről. 5,5 perc múlva újraindítják a versenyt a biztonsági autó mögül. Egy pára hiányoznak a rajtrácsról. Tulajdonképpen jó pára. Teljes középmezőny megszűnt létezni. Szóval visszatérve a kamerához, van fedélzeti kamera Chilton autójában, előre is és hátrafele is, úgyhogy nem tudom, hogy valaha ezt látni fogjuk-e. Például majd a keddi Inside WTCC magazinban megmutatják-e, vagy netán ma még a verseny során láthatunk erről felvételt. Továbbra is csak ezt a külső kamerás képet mutatják nekünk. Itt azért elég durván neki megy a falnak Norbi, de utána ez a karamból ez a baleset a legdurvább, amit kap Valant autójától. És azért ott egy picit föllángoltak az indulatok, ahogy neki ment a falnak, hogy lehorzsolta a falat Tom Boardman. Daryl O'Young, ennyi. Mindjárt megnézem, hogy van-e hivatalos összesítés arról, hogy ki nem indul. Az biztos, hogy Kozlovski nem. Azt nemrég a Lada hivatalosan is bejelentette. Én közben még azon gondolkodtam, hogy Gabriele Tarquini, ha a boxból is rajtol ugyan, de a safety car mögül indul el a mezőny, akkor azért neki jó esélyei vannak még. Igen. Bármire. Igen, bár így jelen helyzetben Chiltonnak azért egy nagyobb fajta csoda kéne, hogy őt megelőzze az összetetben. De az kétségtelen, hogy egy ilyen hétvége után az egész csapatnak és Tarquininak is nagy elégtétel lenne egy pontszerzés. Nem oszt, nem szoroz, de mégis elégtétel. Ha már ennyit dolgoztál, a lelkedet kitetted, akkor legalább egy pár pontot szerez. Norbi, Valand, Benani, Boardman, Daste, Csálko és Kozlovski biztosan benne volt a balesetben. Ez nagyjából a fele annak a társaságnak, akit ott láttunk. És akkor beszéljünk még picit, itt van Kozlovski, beszéljünk még picit Thomsonról, mert hogy az első rajtnál nem villogott valami, vagy nem szerepelt valami fényesen a Lada. Ha jól láttam, a negyedik, ötödik helyen volt a baleset pillanatában. Úgyhogy nem lesz könnyű a Chevyvel szemben megtartani a pozíciót a startot követően. Hát más szituáció, egy safety car mögül rajtolni talán az egy picit segíthet Thomsonnak. De nincs könnyű helyzetben, sokkal gyengébb az autó minden paramétere. Gyakorlatilag a kanyarsebességei is és a motorereje is.
Ez jövőre változik, erről beszélnek mostanában nagyon sokat a Ladánál. Az új szabályok miatt sokkal nagyobb eltérések lesznek engedélyezve az utcai autóhoz képest, és ez a Ladánál jelentheti a legnagyobb előrelépést. Pénteken azt mondtad, hogy majdnem olyan széles lesz, mint amilyen hosszú, igen, a szabadon fognak. Azt mondta, ezt James Thompson mondta nekem személyesen, tehát én nem hittem volna el a bárkinek, azt mondja, így mondta angolul, a square car, egy négyzet alakú autót építenek kis túlzással. Richard Coleman, a Bambú csapat vezetője. Alex McDowell's got a bit of damage. What's he said to you? Yeah, he just got caught up in that accident at the start there. Alex McDowell is belekerült a balesetbe, megsérült a felfüggesztés, és sikerült megcsinálni, úgy tűnik, úgyhogy egyben lesz McDowell autója is. Yeah, I was lucky as a team manager because I knew it was one of my boys that were going to win it. So the third was always big for us. And yeah, we're a point ahead, so basically we just got to finish ahead of Tom and we'll be third in a world championship. Az a fontos, so hogy yeah, I don't want to push my luck. Azt mondta, hogy nagyon szeretné megszerezni a harmadik helyet az összetetben. A másodikra nem gondol, nem akarja a szerencsét, vagy a sorsot kísérteni azzal, hogy túl nagy elvárásokat támaszt. Azért az kisebb fajta csoda lenne, hogyha Nash itt a második helyre fel tudna kapaszkodni. Gyakorlatilag meg kéne nyernie a futamot. Montero autójában ülünk. Előtte a két Bambú Chevy. Illetve ott van Chilton, össze-vissza ragaszgatott autója. És akkor jöhet a rajt a biztonsági autó mögül. Egy jókora rajtbalesetet követően, tehát másodszorra is megpróbálják elindítani az idény utolsó WTCC futamát, és ez Gabriele Tarquini számára előnyös volt. Ott valakinek az életét mentette meg a fotós, aki visszarántotta a kollégát. Szóval ez Tarquininek jó hír, mert így most a biztonsági autó mögül indul a mezőny, és ő pedig a box utcából egyből csatlakozhat majd a bolyhoz. Ahogy a versenyirányítás azt megígérte, visszaáll az eredeti rajtsorrend. Tehát Coronel Thompson, Nash Chilton, aztán McDowell. Az a helyzet, hogy az élbolyból Norvi az egyetlen, aki oda veszett ebben a balesetben. Coronel Thompson, Nash Chilton, McDowell, Huff, Montero, Müller és Basseng is megúszta. Tulajdonképpen az első 11-ből egyedül Norvi az, aki belekerült a balesetbe. Na, kiengedik akkor a box utcából végre Tarquinit, és ezzel kezdetét is vette a verseny. A biztonsági autós rajtnál nincs bemelegítő kör, rögtön az első körrel el is indul maga a verseny, illetve elkezdik a köröket is visszaszámolni. Abban igazad van, hogy talán a biztonsági autós újraindításnál jobb esélyei lesznek, sőt nem talán, egészen biztosan jobb esélyei lesznek Thompsonnak megőrizni a második helyet. Ismerve egyébként a magyar szurkolók átlag preferenciáját, most szerintem kb. Mindenki Thompsonnak szurkol. Kör végén jön be a biztonsági autó. Hát ha már nem Norvi, és ha már nem lehet meg az ötödik hely, akkor legalább a Ladának legyen meg a dobogó. Közben érkeztek új vélemények a balesettel kapcsolatban. Megoszlanak. Vannak, akik azt mondják, hogy Norvi volt inkább hibás, mások szerint Chilton volt az, aki a falnak terelte, és vannak olyanok is, akik egyetértenek velünk abban, hogy ez egy klasszikus rajtbaleset volt, amikor nagyon-nagyon nehéz helyezkedni. Ugye alapvetően
az egy tényleg egy alapszabály, hogy helyet kell hagyni magad mellett, tehát nem terelheted be az ellenfeledet a falba, de ha a másik oldaladon is van valaki, akkor hogy hagysz helyet? Ezért nem mutogatják meg a belső kamerás felvételeket szerintem egyelőre, míg elemzik a verseny bírák. Attól tartok, hogy ezt ma már nem fogjuk látni, majd talán kedden az Inside VTCC magazinban, ott talán megmutatják. Most kéne egyébként nagyjából véget érnie a futamnak, hogyha nincs az a baleset. A biztonsági autó kimegy a pályáról, és jön mindjárt az újraindítás. Nes tapad Tomzonra. Tomzon kicsit leszakadt Coronel-től, nem igazán jó ez az újraindítás Tomzonnak. Rettenetesen kell figyelnie, mert ott van mögötte Nes. Picit talán jobban tapadhatott volna Coronelre, de most már mindegy, Tomzon egyelőre megőrzi a második helyet, jön Nes, mögötte Chilton, és Chilton rettenetesen szeretné megelőzni majd Nest, hiszen harcban van a harmadik helyért, és Chilton körbeautózza James Nest, elképesztően nagy rajtot vett Tom Chilton, most kéne váltani kameraképet, mert hogy közben Chilton már Tomzon mellett helyezkedik, és Tomzon mögött ott tipródik mind a három Chevy. Chilton mögött most Nest és próbál rá nyomást helyezni, Tomzon így el tud jönni a második helyen, és tolja Nest Chiltont, és szegény McDowell jött ki nagyon rosszul ebből a helyzetből, Huff is elment mellette. Tomzon nagyon figyelt rá, hogy ne váltson többször irányt. Az Müller? Mint nem. De? Az Müller? Müller volt, az neki ment a korlátnak. Azt a mindenit. Hát ilyet is ritkán látunk. Mondjuk kíváncsi vagyok az előzményeire. Szóval Tomzon nagyon figyelt rá, hogy ne váltson többször irányt, mint amennyi megengedett a szabály szerint, ne végezzen kigyózó mozgást az egyenesben, mert ugye blokkolásnak számít, ezért elindult egy nagyon picit, de utána vissza is húzta az autót, úgy megijedtem, hogy mondom, miért rántott rajta ekkorát. Viszont Badarako, ez egy 2 literes Chevy, mondjad. Viszont nagyon profin csinálta, mert abban a pillanatban, hogy rájött erre és visszaigazította az autót, már csak a nagyon pontos féktávra figyelt, és a két Chevy is hátul meg elkezdte egymást gyilkolni. Hoppá, ütközött Monteiroval Müller. Megvolt ennek az előzménye, azért ez nem Müllerre van, Monteiro szépen oda tessékelte a falra. Igen. Viszont azt nem tudom, figyelted-e, hogy itt a kanyargós része milyen szépen eljött Tomzon, nem hogy eljött, de már szorongatja Coronelt. Így van. Figyeld, a Chevysek, RML-esek egész jól elszórakoznak azon, hogy Müller a falba állt. Na, Chiltonnak most nem lesz könnyű dolga, közben egyébként Huff neki ment Nashnek. Ebben a helyzetben egyébként Chiltoné megint a harmadik hely, így megelőzte Nasht. Ott az egyenesben valami elképesztő sebességkülönbség volt köztük, Chilton nagyon jó szélárnyékot fogott. Na, és Tomzon teszi azt, amit tennie kell, megpróbál meglépni a Chevyk elől. Nem kell kijönni Coronel mögött, kell szélárnyékot fogni, ez talán valamelyest ellensúlyozza az autó gyengeségét az egyenesben. Tomzon szeretné megszerezni a vezetést, Coronelnek pedig be kell húznia elé. Egyelőre nagyon jól megy a Lada. Chilton érkezik a harmadik helyen, Nash a negyedik, Huff az ötödik, aztán McDowell, Basseng már a hetedik, Oriola a nyolcadik, Engster a kilencedik helyen. Viszont most jön a baj. Azt nézd meg, hogy odaértek mögéjük a Chevyk. Hát igen, óriási volt a tempókülönbség. És muszáj belül védekeznie Tomzonnak. Chilton megpróbál belülre bújni. Tomzon megpróbál a lehető legjobb időben fordulni. Nash neki ment! Nash neki ment Chiltonnak, és meglökik közben Tomzont is, aki ki tudja védeni. És Huff pedig külső ívre szorul. Chilton visszaszerezte a pozíciót. Ajjaj, fiúk! Nem lesz ez így jó. Elszabadult a pokol. Nem is tudom, ki mondta azt egy órával ezelőtt körülbelül, hogy ez az év utolsó futama, ezeket az autókat jövőre úgyis nyugdíjba küldik, úgyhogy mehet a roncsderbi. De nem nagyon féltik a technikát a srácok. És két veszélyes pontunk van, Chilton és Nash. Attól tartok egyébként, hogy Tomzonnak pokoli pillanatai lesznek majd minden körben az egyenesben. Monteiro jön vissza közben. Megsérült valószínűleg a futómű. Itt a kanyargós részen megint elszakadt Tomzon. Tehát itt nagyon jó az autó, ezt tudtuk eddig is. Az egyenesben
közvetlenül a mandarin kanyar után olyan, mint egy pillanatra leállítanák az autót. A gyors kanyar kijáratánál egyszerűen nem tud olyan tempóval átmenni azon a kanyaron, mint ahogy a Chevy-k átmennek, meg ahogy a BMW átmegy. Ezt mondta egyébként Thompson, hogy az első kanyarban, a rezervoár kanyarban és utána a mandarinban pocsék az autó. Annyira instabil a gyors kanyarokban, egyszer nem tud mit kezdeni vele. Közben egyébként megjönnek Bassengék, Basseng és Oriola, és ott van még Müller is, aki a törött autóval megy tovább. Andrea Biraghival, a versenymérnökével beszélgetett Tarquin, illetve Montero. És akkor megint lehet kapaszkodni, mert jönnek az egyenesbe, és egészen biztosan megérkeznek majd ismét a Chevy-k. Nem is az egyenesben van a baj egyébként, azt nem tudom figyele, de kifejezetten a gyors kanyarokban Thompsonnak. Tehát az egyenesben tudja tartani még a különbséget. A mandarin kanyaron, ahogy át kell menni, az egyszerűen katasztrofális Thompsonnak. Nézd meg, itt még nincs gond. Hopp! Pá, Chilton egy picit megérintette a falat. És akkor jön az első kanyar, a rezervoár, ez még úgy, ahogy megvan, és utána jön a baj a mandarinban. Nem, bocsánat, már ez volt a mandarin, és most ez viszonylag tisztább helyzet. Thompsonnak külső évre tudja szorítani Chiltont, ez így megvan, ezt így kivédekezte Thompson. Oriola közben megelőzte Bassenget, és eljött a hetedik helyre. Chilton nagyon agresszív, saját magával szemben is. Jörg Müller. Van itt néhány régi legenda. Azt akartam mondani, egy régi arc. A Sirocco kupába mennek egyébként. Kilassult ott le? Az Chilton. Chilton lelassult. És akkor megint fordul a kocka. Ezzel Nessé a harmadik hely. Chilton autója megadja magát. Lehet, hogy megpuszilta a falat még egyszer, mert nagyon-nagyon határon autózott már. Már egyszer megérintette, de az is elképzelhető, hogy akkor sérült meg. Akkor a jobb elejét odaérintette a falhoz, hogy a futómű vagy bármi. Ez viszont zene Thompson füleinek. Egyrészt most van egy kisebb előnye. Közben úgy látom egyébként, hogy Chilton autója valahol meg is állt a pályán, mert sárga zászló a hármas szektorban. Akkor az még nem Chiltoné, mert ők még a kettesben vannak. Na ez lesznek tökéletes. Itt van Chilton autója. Kár, hogy nem látjuk, hogy mi történt. Kap egy áthajtásos büntetést Tarquini. Ezt nem tudom, hogy meg tudjuk-e valaha, hogy miért. Ajjaj! Ez kérlek szépen 79-essel Eurico de Jesus Hondája. Ezzel ment össze Tom Chilton, illetve gyanítom, hogy de Jesus ment neki Chilton autójának. Nem, ez két különböző dolog. Chilton itt szivárgott a pályán szépen lassan. Nem ők mentek nem, össze? Nem, és megijedt a lassú autótól. És a lassú autó miatt elkapta a kormány, nem figyelt oda. Hopp. De, neki ment. Neki ment. De már Chilton akkor már lassú volt. Abszolút, nem amiatt lassult le Chilton, de ők azt kérdezte, hogy ők mentek össze. Nagyon durván benézte de Jesus. És ebből megint piros zászló lehet ám. Persze. Hát ott áll keresztbe, blokkolja a komplett pályát. Egész pályán sárga egyelőre és biztonsági autó. Nem, meg fogják ezt oldani biztonsági autóval, elfér mellettük a mezőny. És ezt Thompson megköszöni majd szerintem, mert így most megint elmegy egy-két kör. Visszahűtheti a gumikat. Közben egyébként Huff megelőzte Nest. Ezt nem láttuk. Ugye Müller fölszivárgott a nyolcadik helyre. A sérült autóval. A sérült autóval. 2, 4, 6, 7, 8. Ott jön Müller. Tarquini letölti az áthajtásos büntetést. Legjobb kor, mikor? Nem. Egész jól összejönnek neki a dolgok. Szegény. Márja, hát ha írnak valamit a helyszínen dolgozó kollégák, hát ők tudják, hogy miért kapott büntetést. Nem, ők se tudják. De Jesus azt nagyon csúnyán benézte. Arra lennék kíváncsi, hogy Chilton, na mi történt, hogy a harmadik helyről visszaesett?
mert ugye arról megint lemaradtunk. Elmondom neked egyébként, hogy a makói verseny kiknek a kedvence. A Carbon Composite anyaggyártó cégeké. Tehát azért itt olyan komoly megrendelések, lehetséges megrendelések gyűlnek össze. Nagyon sok érdekes dologról maradtunk le a mai nap azért. Oh, jaj! Jaj, te jó ég! Mi történik itt? Úristen! Biztonsági autó alatt, komolyan. Egész pályán, sárga zászló alatt miért kell ilyen tempóval menni? Ott a piros. Az Müller szerintem. De most komolyan. Nem, nem Müller volt. De az ott Müller. Ott ja, nyomja a szélén, át az autót a szélén, most igen, 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 igen. De itt a... Jézus Mária! Ezt nem hiszem el. Piros zászló van, emberek! Több mint egy köre a pályán, a safety car, egész pályás sárga, piros zászló, és megérkeznek ilyen tempóban. Ez hihetetlen, de ha ezt innen nézed, akkor nagy butaság volt a safety car, egyből pirosat kellett volna. Ezt látva most már. De könyörgöm, egész pályás safety car volt, ha ki is jön, igaza van, én sem maradnék bent az autóba ezek után. Nézd meg, ők jönnek normális tempóban, itt mit csinál? Basszeng mit csinál? De basszeg még oké. Ők mit csinálnak? Charles Kakiung mit csinál ilyen tempóban? El se hiszem. És itt jön majd a... Kitörte a hátsó kerekét. Itt jön majd még a durva sztori. Müllernek is. De Souza, miért kell egész pályás sárgánál ilyen tempóban jönni? Itt már piros volt, amikor még neki szálltak hátulról. Dominik Greiner nem hiszi el. Szerintem most örül annak, hogy nem sikerült rajthoz állniuk Bártal. Á, de nem lesz itt szerintem futam. Hát nincs mezőny. Ezt nem értem, hogy itt mi történt. Itt van Eng. Ő is vadorzó módon ment. Pedig nem egy olyan pilotáról beszélünk, aki most áll rajthoz. A Ázsia kupa nagy része ugye nem annyira szokta meg a VTCC ritmusát. De Laci, de Laci, VTCC vagy nem, akit beengednek egy világbajnoki mezőnybe, annak azért tudnia kell, hogy egész pályán sárga és safety car-nál hogy versenyzel. Főleg, hogy... Ezek a srácok piros zászlónál már, piros igen. zászlónál főleg, mentek hogy... egymásnak, tehát, hogy a totál értelmetlen, teljesen idióta, és bocsánat, hogy így fogalmazok, teljesen idióta viselkedés folyt a pályán. Miért kell egy safety car alatt ilyen sebességkülönbséggel megérkezni egy kanyarba? Főleg, hogy körülbelül 5 perce, vagy mondjuk 3-4 perce volt biztonsági autó, tehát bőven volt lehetősége minden csapatfőnöknek rádión közölni, hogy hol van a baj, hogy hol kell figyelni. És megérkeznek ilyen tempóban. Számomra teljesen érthetetlen, de ez a rész itt főleg. Hát én ilyet még nem is láttam. Veng volt az, aki itt a 2 literes Chevy-vel nekiment a Müllernek. Nekiment Müllernek, és utána már piros zászló, ahogy mondtad, és most még megérkeznek. Páran. Ugye itt Taniguchi áll a 33-as autóval, és Taniguchiba megy bele az egyik Campos Seat. Ő ütközik még össze Rosával, Rosa Mercel-jel, itt a 70-es BMW-ben. Tarquini már időben kapcsolt. Tündeszte. Őrület. Ez tényleg az. Lewis Hamilton apukája. Bizony. Azért ez nem méltó, hogy világbajnoksághoz, legyünk őszinték. Ilyen képeket látni. Itt az történik, hogy ezeket az embereket nem szabadna ide engedni. Így van. Tehát ez az a pont, ahol én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan el kell gondolkodni a Nemzeti Autósport Szövetségnek, hogy kinek ad licenszet egy igen. makói pálya, egy világbajnoki sorozatban való részvételre egyáltalán, mert ez, hogy szokták mondani, ön és közveszélyes.
Abszolút, abszolút. Tehát ezek nem normálisak, amit műveltek. Én úgy gondolom, hogy... hogy... Elég sokan ülnek a box utcában, például Stefano D'Aste. Mit gondolsz? Teljesen őrület. Szerintem ezek a srácok nem voltak ott az eligazításon. A sárga zászlót látsz, akkor le kell lassítani. Ezt mondták el a... Chilton nem tudott ott hova menni. Valamelyik kínai versenyző hibázott. Ez teljesen őrület. Ha látsz egy sárga zászlót, akkor le kell lassítanod. Ezt direkt elmondták az eligazításon. Ami az én balesetemet illeti, nagyon jó volt a tempóm az első futamon. Jól sikerült a rajt. Én Benani bal oldalán mentem. Egyszer csak balra fordult. Azért fordult, mert hogy közben mellette, hogy a Mihaliszék ütköztek. És aztán vele ütköztem. Én már onnan nem tudtam eltűnni. Egyszerűen belefordult az autója az enyémbe. Mi nem nagy sebességgel ütköztünk, de körülbelül 50-nel gyorsabban jött Valant. De ő már csinált ilyet korábbi versenyeken, és engem nem lep meg, hogy megint előfordult. Tom and James will do a very great race. Remélem, hogy a barátaim James és Tom jó versenyt fut majd. Teljesen hihetetlen és őrület, ami itt van. Pontosan jól megfogalmazta. Ezért van a verseny, ezért van az eligazítás, főleg egy ilyen speciális pályán. Nem ez a baj. A következő a probléma. Én úgy gondolom, hogy lehetőséget se szabadna adni ezeknek az embereknek, hogy itt egy ilyen komoly pályán, egy ilyen komoly sorozatban itt versenyeznek. Két dolgot értek el vele. Az egyik, hogy úgy, ahogy van, a világbajnoki mezőnyt lenullázták. Úgy, ahogy van, a világbajnoknak az ázsióját lenullázták, mert gyakorlatilag amatőr, pénzes, gazdag srácok beülnek túrautókba, és össze-vissza törik egymást, a tudatlanságukból fakadóan, úgy, hogy a szabályokat nem ismerik, és semmi beveszik. Igen, mert itt és nem ez... arról van szó, hogy egy megoldhatatlan helyzetbe kerültek, tehát a pálya szélén poroszkáló Tom Chiltont egy Eurico de Jesusnak ki kell tudnia kerülni sárga zászlónál. Nem kell idejönni. Nem kell idejönni versenyezni. Igen. Ezeknek a srácoknak nincs itt helyük. Tehát lehet, hogy az ő bajnokságuk szuper, meg nagyon jók ezek a két literes régi VTC-s autók, ott kell maradni, ez egy világbajnokság, és itt jön be az a képbe, hogy az FIA-nak és Marcello Lottinak ki kell őket innen tiltani, mert úgy gondolom, hogy ez két dolgot eredményez, az egyik, hogy lehúzza a világbajnokságnak a színvonalát nagyon, másrészről meg úgy gondolom, hogy életeket kockáztat. Tehát ekkora hülyeséget én még komolyan mondom, hogy egy CDE kategóriás sorozatban sem láttam. Tehát olvasatomban ez annyira kiakasztó és annyira butaság, annyira felelőtlen viselkedés a pályán, hogy nem gondolom azt, hogy ezeknek a srácoknak egymáltalán licenszet kellene adni a jövő évre. Kérlek szépen, közben a helyszínen dolgozó újságíró kollégák beszélgetnek a Twitteren, sőt, az Eurosport Events egyik vezetője is bekapcsolódott ebbe a beszélgetésbe, és ugyanezek a szavak hangoznak el, hogy ezeknek a srácoknak egyszerűen nem szabadna versenyző licenszet adni. Harry Walkharttal beszélget közben egyébként, aki többek, James Nash, aki többek között a brit Eurosport egyik kommentátora, és ment a VTCC-ben is, Chevyvel, méghozzá a Bambú csapatnál. Most úgy látszik, hogy ő a csapat vendégeként van itt. És az Eurosport Events vezető beosztású kollégája is egyetért azzal, hogy itt nem szabadna, nemhogy beengedni, nem szabadna, aki ilyen szinten nem ismeri a szabályokat, és nem tudja, hogy mennyire kell lelassítani sárga zászlónál,
annak licenszet sem szabad adni. Tehát ő versenyezzen szimulátorral, ahol nincsenek következmények. Dupla sárga zászló volt. A dupla sárga zászló egyértelműen kimondja, hogy fel kell készülni a megállásra. Egy. Kettő, hogy azt gondolom, hogy ez rutin. Tehát, hogyha érzékelni kell azt, hogyha sárga zászlót lengetnek egy ilyen kanyarban, akkor úgy közelítem meg, ráadásul piros zászlónál, úgy közelítem meg, hogy gyakorlatilag a nullára meg kell állni. A másik, meg hogy úgy gondolom, hogy ez csapatvezetői felelősség is, hogy van ezekben az autókban rádió, és tájékoztatni kell a pilótát arról, hogy ne lassan közlekedik a pályán, dupla sárga zászló van, safety car van, piros zászló van, stb. Stb. Botrány, amit műveltek. Montero-t is meghallgatjuk. Volt egy baleset Montero és Müller között. Mi történt? Nagyon rosszul jött ki a Lisszabon kanyarból McDowell. McDowell volt a pálya közepén, ezért egymás mellett mentünk. Hagytam elég helyet neki, Müllernek, de összementünk, és az ő autója nem sérült meg annyira, az enyém viszont igen. Nem vagyok túl elégedett. Nem így akartam zárni ezt az egyébként nagyszerű hétvégét. Jó volt egyébként a rajtom. Negyedik helyen mentem a piros zászlóig. Ez egy gladiátor küzdelem itt. Negyedik vagy egy ötödik hely még elérhető lett volna. It's a different philosophy racing here as opposed to some of the other races because egészen más filozófiával kell itt versenyezni, mint más pályákon. Az a lényeg, hogy itt is helyet kell hagyni. De a Lisszabon kanyarban egyszerűen voltak, akik nem hagytak helyet, és ilyenkor ez történik. Well, of course, I don't want to be caught up in that, but I prefer to be on the track, to be honest. I mean, you have to be really careful, and as soon as you see a yellow flag, you have to really slow down. A sárga zászlókról beszél, azt mondja, hogy ha sárga zászlót látsz, akkor azonnal lassítani kell. And Gabriele was able to slow down enough and to stop his car. Gabriele le tudott lassítani eléggé. De persze itt mindig nagy a kockázat, de azért jobban szeretnék kint lenni a pályán, még annak ellenére is, hogy ilyen dolgok történtek. Még egy dolgot a sárga zászlótól. Ő mondta meg egyébként. Igen. Gabriele le tudott lassítani. Igen. Ha Gabriele le tudott lassítani, akkor a többieknek is kutya kötelességük lett volna tudni lelassítani. Kutyaütők. Nekem ez a véleményem. Tehát én úgy gondolom, hogy én, mint aki sokat versenyeztem, és aki láttam ilyet belülről, ezek totál idióták, és bocsánat, hogy így fogalmazok. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek el kell tiltani a VTCC-ből. Tehát én a Valentével az élen. Tehát hogy lehet ilyen sebességkülönbséggel megérkezni egy fehér zászló, majd dupla sárga zászló, majd safety car fázis alatt? Könyörgöm. Nincs ilyen. Nem véletlenül mondta az Dászte, hogy őt egyáltalán nem lepte meg, és ezért szeretném közölni veled, hogy itt van Eurico de Jesus, aki veszekszik a sportbírókkal. Na, nagyon jó. Ez még kell. Azután, hogy lezúzták a félmezőnyt. Vitatkozhat bárkivel, de úgy gondolom, hogy ő volt a másik, aki elgondolkodtat azon, hogy esetleg mondjuk sakra váltson, vagy pingpongra, mert az gyanítom, jobban megy neki. Ennél biztos. Pingpongasztatod milyen drága? Sok, jó? Mert az viszont, és műanyag. Igen, ott nem tud másokat bántani. Valamit akar mutatni. Az magyarázza, hogy ezzel indítjuk be az autót. Hát még van kedve viccelődni. Szóval a sárga zászlóhoz visszakanyarodva még így néz ki a pálya egyébként a baleset helyszínén. A sárga zászlónál ugye nem lehet előzni. Tehát attól, hogy te lelassítasz sárga zászlónál, nem kell attól tartanod, hogy akkor mások megelőznek. De eszement módon ment mindegyik ázsiai vitéz, hogy nehogy véletlenül valaki eléjük kerüljön, holott már rég lengedték a sárga zászlónál az a szabály, hogy lassítani kell. Nincsen meghatározva az, hogy mennyivel. Igen. Lassabbnak kell lenni, mint amúgy. Igen.
A briefingen elmondták nekik, ha sárga zászlót látnak, akkor nagyon lassítsanak, ne úgy, mint egy normál pályán, mert ez Macau, nem látni be, szűk, stb. Nagy lehet belőle a baj, elmondta Duste is. Dupla sárgánál föl kell készülni a megállásra. Safety car-nál 80-nal kell menni, vagy 60-nal, de lehet, hogy 20-szal, attól függ, hogy hol mennek el. Tehát a safety car-nál az a szabály, hogy 5 autónál többet nem lehet hagyni. Semmi ilyenről nem volt szó. Nem tudom, hova hajtottak. Majd utána, amikor piros zászlós fázis volt, akkor meg az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megszakították a futamot. Utána is még neki mentek egy 3-an. Tehát... Itt már piros zászló van. Itt már piros zászló van. Tehát már amikor Veng megérkezik, már piros zászló van. Mondhatják, hogy nem van. Látták. Ilyen nincs. És várjál, most jönnek még majd kettem. Elkezd Henry Hó tolatni a rózsaszín autóval. Igen. Piros zászlós fázis alatt, és még mindjárt beleszállnak itt a... Megáll Taniguchi. Taniguchi autójában mindjárt beleszállnak hátulról. Igen, itt jönnek még ketten. És aztán érkezik... Valente volt egyébként, aki először beleszállt. Nem Valente, nem. Valente már a boxban van. Valente volt az, aki az első balesetnél, a rajt után 50-nel többel jött, és belement Norbiba. Akkor ez a Seat, ez is egy Campos Seat volt? Ez egy Campos, és ő szerintem Song, mert hogy csak Song lehet. Igen. Michael Song volt az, ő is egy hongkongi srác, először indul a WTCC-ben. Az még valami címeres ötlet volt, amit ő ott bemutatott, ezzel a tempóval megérkezni piros zászlónál. Egyébként a rádióra visszatérve, nem tudom, hogy ezen változtattak-e, erről nincs információm, de tudom, hogy néhány évvel ezelőtt még probléma volt az, hogy a teljes makaui pályát nem fogja be a rádióadás. Tehát van olyan része a pályának, ahol nem hallhatják egymást, és egyébként a célegyenestől legtávolabbi részen történt az eset, de ettől függetlenül a piros zászló, a sárga zászló, a biztonsági autó tele van bírói posztjelentén. Ha nem tudod, hogy hol történik, akkor is figyelned kell a zászlókra. Macau szerencsejáték pályája. Megpróbáltam elkerülni a baleseteket. Meg kellett állnom, mert előttem álltak egy csomóan, és akkor valaki belém jött. Ennyi. Te, hogy egy kis magzat, hogy meg tud nyugtatni egy embert. Biztonsági autós fázis volt. Ott még akár 50-nel, 60-nal is túlzás volt menni, ott tényleg le kellett volna lassítani. Mindenki a top 10-ben meg tudott állni, de a többiek, akik csak egy versenyen mennek az évben, az év során. Szerintem azt kéne bevezetni, hogy olyanok ne indulhassanak, akik nem teljesítik legalább a szezon felét. Srácok megpróbálják megjavítani az autót? Minden elszállt. Itt hagytam a srácoknak, dolgozzanak rajta. Megpróbálnak mindent. 9 perc múlva indul újra a verseny. Most már lassan egyébként el kéne kezdeni számolgatni, hogy hányan maradtak a rekord 34 fős mezőnyből, vagy ugye 33, mert hogy Bart el sem indult a futamokon, sőt a bemelegítő edzésen sem. Na hát kérlek szépen, lesz még egy kör, az lesz a 7., és akkor utána elméletileg még 3, de az is lehet, hogy 4, mert lehet, hogy a következő biztonsági autós nem számolják bele. Is hozzáadják. Még. Tehát úgy tűnik, hogy vagy 3, vagy 4 kört kell még megtenniük Thomsonéknak. Hát Thomson most már szép lassan elérhető közelségbe kerül. Már megint az újraindításnál necces lesz. Itt vannak Müller szurkolói, akiket mondjuk egy órával ezelőtt még a lelátó tetején láttunk, de úgy tűnik, hogy bekunyerálták magukat a pályára. Gyanús, hogy a barátai elkísérték egyébként. Nyolc és fél perc, ott fönt látható az óra, amely visszaszámol a verseny rajtjáig. Ezek szerint a pálya rendben van.
Most már csak az eszközöket, az autókat kell kivinni, a sportbírók elfoglalják a helyüket. És hát ugye ilyenkor van egy újraindítási procedúra, tehát nem lehet nyilván azonnal azt várni a csapatoktól, hogy induljanak a versenyre. Ami kérdés, hogy mi lesz, ha például az RML-esek nem végeznek az autóval. Tessék, Charles Ng megszereli a saját BMW-jét. Ő sem volt egy százas égő azért. Nem. Hát ez a tempó különbség, ahogy oda megérkezett. De úgy látom, egy pár hongkongi szívesen segítene neki. Azt gondolom, hogy nem csak mi értünk egyet ebben, hanem mindenki, aki a kedves nézők közül a Facebookon megnyilvánult, hogy ezeknek a srácoknak nem szabadna itt lenni. Voltak olyan vélemények, hogy a pályával van a baj. Én azt gondolom, hogy nincs ezzel a pályával semmi baj. Ez egy világbajnokság, a világ egyik legnehezebb versenypályája. Itt olyan pilótáknak kéne elindulniuk, akik felkészültek arra, hogy ilyen futamon versenyezzenek. Harmadik vagyok még mindig. Nincs vesztenivalom, az a fontos, hogy Macauban elkerüld a baleseteket. Ez a legfontosabb feladat. Azt mondta, hogy lehet, hogy még éjjel egykor is versenyek lesznek itt Macauban. Annyit csúszott a program. Most nem értettem a kérdést, de a lényeg az, hogy abba az irányba haladnak. Gondolom a dobogóra szeretne állni majd. Figyelj, közben megbolondult az időmérés, és berakta Taniguchit az első helyre. Nem egészen ott a helye. Viszont Gabriele Tarquini jön előre. Hát igen, még a dobogó. Most a 15. helyre írják. Folyamatosan jön előre. 15. helyre írják. Majd meglátjuk az áldozatokat. Csülton autója. Igen, Csülton, ő befejezte. Az lesz a szép, hogy Müller autóját megint összevarják. Mondjuk szerintem ezen az autón már több a ragasztószalag, mint a karbonelem. Most viszonylag olcsón. VTCC-s autók Macauban olcsón eladok. A múltat ne firtassuk. Ezek itt is maradhatnak egyébként, mert ebben az országban jó piacuk van. Jó piacuk van. Na, tele van tehetséggel, tehát itt biztos fölvásárolják az ex-VTCC-s autókat. Megint látjuk az első balesetet a rajt után. Norbi és Tom Chilton akadt össze. És utána jött mindenki, és most figyeld Valantot, ott jön. Bánk, és most megy neki Norbinak. És erre mondta azt egyébként Duste, hogy körülbelül 5-6 másodperce keveregtek, keringtek az autók a pályán, és Valant 50 km/h gyorsabban jött még mindig. Tehát ez az a típusú versenyzésnek tűnt, hogy szembecsuk, gáz a lábon, nem, láb a gázon, és másik lába, másik lába. Másik lába lábon. Igen. És a sportbíró ott? Az nagyon kemény, igen. Tehát azért... És szegény próbál ott menekülni valahogy. Oda parancsolták, próbálja lassítani a versenyzőket, aztán megint meglátja, hogy itt valakinél elgurult a gyógyszer. Milliárdok, apám, milliárdok. Azért mondom, figyelj ide. Ha lett volna egy pici eszünk, akkor az elmúlt... 2 hónapot azzal töltöttük volna, hogy itt Macau környékén ilyen karbonkompozit gyártó céget alapítunk. Szerinted mennyi karosszéria elemet lehetne most itt eladni? Ja, azon gondolkodom, hogy VTCC bontót nyitok Macauban. Itt vannak a pórul jártak, a BMW-sek. Mehdi Benani, Duste, és ott van mellettük Dominik Greiner, a Wihert csapatfőnöke. Állítólag egyébként ők is szeretnének szerezni egy Chevyt. Szegények. De azt te teljesen bolond.
Hiányozna ő a WTCC-ből egyébként. Azt mondta, hogy szeretne maradni, de vannak ajánlatai más helyről is, amik sokkal olcsóbbak, mint a VB, és nagyon érdekesek. Hát így minden olcsóbb. Így minden, igen, egyébként ez így van. Chilton másodszor is megnyilatkozik. Mi történt? Láttuk, hogy lelassultál. Megpróbáltam a szabályok szerint versenyezni. Nem tudom, mi volt a baj James Nash-sel, de többször is nekem jött. Annyira meglökött a végén, hogy szerintem elhajlott, vagy eltört a... Elhajlott a kipufogó cső, és nem tudtak ugye a gázok távozni a motorból. Nagyon dühös vagyok, mert mindent megtettem, amit csak lehetett. Nagyon szépen meg tudtam előzni James-t. Semmi más dolgom nem lett volna, mint védekezni, de újra és újra meglökött. Még ha meg is büntetik, akkor is egy ponttal előttem lesz, úgyhogy elég dühös vagyok. Nagyon dühös. Kiderülnek azért itt a dolgok. Nekem mindig olyan Jim Carrey jut eszembe róla, nem? Van benne valami. Azt nézd meg a rózsaszín autóból, mi lett. És elindulnak újra. Henry Hó újraindul. Ezúttal gyalog. Elnézést mindenkitől, aki esetleg úgy érzi, hogy nem a kellő komolysággal közelítjük a helyzetet, de ez az a helyzet, amit nem lehet komolyan megközelíteni, mert ez sajnos egyrészt csiralmas, másrészt pedig már a nevetséges kategória, hogy világbajnokságon ilyen megtörténhet. Egy előnye van egyébként, lassan szerintem azok is felkelnek, akik csak felvételről akarták megnézni a futamot, és így a végét mindenki láthatja majd. Hát nagyon, nagyon kiakasztó ez a dolog, hogy így viselkednek, és ilyen embereket beengednek, és... Egy valamit ne felejtsünk el, hogy itt most a WTCC-ben szerencsére haláleset nem volt, de az autósport azért egy veszélyes játék, főleg szalagkorlátok között. Itt nem csak pénzzel játszanak, de emberek egészségével, sőt, adott esetben életével. Hát az a sportbíró, amelyik ott állt az autók között, azért őt egy nagyon komoly baleset érhette volna, hogy egy picit szerencsétlenebből érkeznek meg. Belegondolni is szörnyű, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a srácokat tényleg nyilván fel fogják őket hívni, és nyilván el fognak velük beszélgetni, de ez édes kevés szerintem. Tehát alkalmatlanok arra, hogy itt menjenek a túrautó világbajnokságban, és ezt be kell látni a verseny szervezőinek és az FIA-nak is, hogy még ha mennek is, nem ezen a pályán kellene nyilván hol máshol Ázsia kupában, de lényeg a lényeg, hogy úgy gondolom, hogy ez így nem működőképes, és rettenetesen veszélyes. És minden pilótának, minden érintettnek ez a véleménye, hogy miért van az, hogy az első 10 meg tudta oldani, miért van az, hogy Gabriel Tárkény a 16. helyen meg tudta oldani. Igen. És egyébként azzal, hogy jövőre már 2 literes autóval nem lehet majd indulni, egyáltalán nem biztos, hogy ez a probléma megoldódik, ugyanis a régi 1.6 turbós autókat ugyanúgy ki fogják majd bérelni az ázsiai pilóták, hiszen évek óta ez a hagyomány itt a WTCC-ben, hogy az utolsó 3 futamon, és főleg Macaóban sok ázsiai indult, tehát jövőre majd a mostani autókkal fognak menni a McCulloch-ok meg a Henry Hók. És a csapatokat se lehet hibáztatni, mert hát nyilván üzleti alapra helyezték ezt a dolgot. Van egy fizetős pilóta, aki rengeteg pénzt fizet azért, hogy ők a szolgáltatást nyújtsák. Ez egy piaci alapú történet. És kijön a safety car. Megpróbáljuk akkor harmadszor is. Tom Coronel vezet, James Thompson a második, aztán Huff, Nash, McDowell, Oriola, Basseng és Engsler. És akkor most Huff-val szemben kéne Thompsonnak védekezni, miközben megint jól kapja el a rajtot Coronel, ő megőrzi a vezetést, Huff pedig már a rezervoár kanyar kijáratánál próbál bebújni Thompson mellé, meg is előzte, gyakorlatilag körbeautózta Thompsont Rob Huff. Nagyon megy a Seat,
És akkor jön az újabb problémás kanyar Thompsonnak, aki bemegy belülre és ott védekezik. Érkezik James Nash, és megpróbál belső évre kerülni Thompson mellett. Thompson az ideális íven szerette fordulni egymás mellett a két autó, és Nash is megelőzte Thompsont. Thompson nagyon bealudt, már nem zárkózott főrendesen Coronerre. Ezzel egy akkora lehetőséget adott Huffnak, hogy nem is értem, hogy miért nem próbált meg jobban Coronel nyakán lihegni az újraindításnál. Hagyott vagy 10 autót. Ugyanez volt az előbbi újraindításnál is, nem tudom, hogy mit csinált Thompson. Közben Oriola hol próbál megelőzni, és neki löki a fajnak Thompson. Hát mi lesz még itt? Egészen hihetetlen. Pepe Oriola megint olyan helyen akar előzni, ahol nem lehet. Hát belelökte a falba konkrétan. Thompson versenyének vége. És Oriola megcsinálta először Chiltonnal, most megcsinálja Thompsonnal. Szerintem anglofób, vagy valami ilyen problémája van. A brit versenyzőket nem bírja elviselni a pályán. Hihetetlen. Dobogós helyért harcolhatott volna James Thompson, és megint egy türelmetlen srác. Véget vet a versenyének. Én azt gondolom, hogy onnan ki kéne szállni, és ki kéne jönni a korláton kívülre sportbírónak, Thompsonnak, mindenkinek. Ez teljesen elmebeteg manőver volt. Meg fogják büntetni. Kapni fog egy keresztülhajtásos büntetést. Nem vagyunk vele egyébként előrébb, mert Thompson versenyének annyi. Fenébe. Istenem, na nézzük, hogy állunk. Akkor van egy Coronelünk az élen. Egy Huff a második helyen, aztán egy Nash dobogón. Megdal, Oriola, őt szerintem onnan kiveszik. Bassenk, Müller a 8., Engsler a 9., Henry Ho pontszerző helyen a Szívó 2000-es rózsaszín BMW-vel. És hogyha esetleg nem ő, akkor Philippe Souza is jöhet a Szívó 2000-es Chevy-vel, és ott van még egyébként Tarquini a 12. helyen. Nincs messze a pontszerzéstől. Közben egyébként Huff a futamgyőzelemért száll harcba, de közel volt. Komoly esély van rá, hogy Huff megelőzi Coronelt, ha nem töri ropira a Seatot. Nagyon-nagyon komolyan nyomja. Hát ez Huff pályája azért. A szabad edzések, az időmérő edzésen, azért az látszott, hogy Huff brutálisan tudja, hogy hol lehet gyorsan menni. Nézd meg. Hogy jön ki a kanyarból? Láttad a mandarinból, hogy gyorsított ki? A bejáraton már tempó különbsége volt. Megvárta, hogy más íven forduljon el, és a kijáraton megette gyakorlatilag Coronelt. Ó, és Coronel neki megy Huffnak, csak tudjon elfordulni. Jól van, megúszta. Ez még az éppen, hogy belefér kategória volt. Coronel, vagy Huff ment egy picit balra túlságosan, de hát Coronelnek meg helyet kellett volna még jobban hagyni, bár nyilván védte a pozíciót, amennyire tudta. Vizsgálják Thompson és Oriola esetét. Ezt nem nagyon kell vizsgálni, szerintem meg kell büntetni Oriolát. Sárga zászló. Igen, mert most fogják kiemelni Thompson autóját, atyavilág. Óvatosan. Azt hittem, ezt már kivették. A verseny után vizsgálják csak Oriola és Thompson esetét. Azt gondolom, hogy a felügyelőknél fönt most elég komolyan forrnak a processzorok és nézik a videókat. Huff vezet. Nash és Oriola még egy nagyon komoly veszélyt rejt magában. Oriola megelőzte McDowell-t. Hogy került oda Oriola? Hoppá. Ezt is megnézném egyébként, hogy Oriola hogy került a 4. helyre. Egyelőre Thompson miatt még mindig sárga zászló a 3. szektorban. Oriola megint jön, nagyon rövidet fékez, megtolja a Melkóban Nest. És kérlek szépen, Engsler után jön Tarquin, és utána Henry Ho, aki továbbra is pontszerző helyen. Tulajdonképpen 15-en vannak versenyben, összesen 9 olyan pilóta van még versenyben, aki egész évben ment a WTCC-ben. 9. Kiesett Thompson, Charles Ng, Chilton, Münich, Montero, Daste és Valant. Oriola pedig támadja Nest. Oriolának most mennie kell, hiszen szerintem ő pontosan tudja, hogy meg fogják büntetni.
minél előrébb jut, annál jobb, hiszen valószínűleg időbüntetést fog kapni. Könnyedén körbeautózzan est, sokkal jobb volt a kigyorsítása. Müller autója nem lett tökéletes. Gyakorlatilag támadni se tudja Bassenget. Hogy jön Oriola? Ezt látod? Gyakorlatilag... Itt mondjuk nem fogja tudni megelőzni. Gyakorlatilag két rövid egyenes meg egy kanyar alatt megelőzte először Nest, és megpróbálkozott Coronellel is. Oriolának egyébként, hogyha egy picit több esze lett volna, vagy higgadtabb maradt volna, akkor esélye lehetett volna a győzelemre is. Ez most egyértelműen látszik. De Oriola most is úgy megy, mint akinek az élete függ attól, hogy megelőzze Coronellt. Már azt mondom egyébként, hogy menjen le ez a másfél kör, ami hátra van, és ússza meg mindenki ébőrrel ezt a futamot. Csúszós folyadék a pályán. Ez itt az előző baleset helyszíne. Coronel nagyon nagyot fékezett. Szerencsére itt a nagyon szűk, keskeny szakaszon, ahol nem lehetett elmenni mellette. Azt gondolom, ez már nem a magyarok napja volt. Elveszítettük Norbit rögtön a rajt után, aztán Thomsont, és most ráadásul Norbi összetettbeli ellenfele vezeti a versenyt. Na és most mit fog csinálni Oriola, mert itt van igazán esélye ezen a szakaszon. Már hozott Coronellen nem is keveset. És majd itt a célegyenes után lesz igazán szoros. Hát közelebb kellene lennie. Van egy kicsi törés, és utána jön még a mandarin kanyar. És igazából a törés, itt ez a törés, és, ez, és most ezt követő részen, illetve utána a mandarin után került nagyon közel Coronellhez. És itt szerintem körbe fogja simán autózni. Itt még a mandarin van, a mandarin előtt megfogja. Hát Coronel oda is adta neki egyébként. Szerintem Coronelnek is szóltak, hogy szinte biztos, hogy Oriolát megbüntetik, és ne kockáztasson. Az utolsó kör kezdődik. Müller Bassenget mögött. Nem fog ő kockáztatni, mondom én. Ehhez képest beteszi az autót a német mellé, és meg is fogja előzni Müller így. Úgy tette be, hogy hozzá se ért. Nem tudom, látta-e. Gyönyörű volt. Egy sérült autóval. Én láthatóan egyébként nem megy tisztán, meg egyenesen. Az nagyon csúnyán megetette most a Lisszabon kanyar kijáratán. És Oriola megérkezett Hafra. Az a szerencséje egyébként Hafnak, hogy ez az utolsó kör. Tehát a kedvenc részén már nem előzhet Oriola. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy megbüntetik, és ebből a szempontból Oriola nagyon nagy butaságot csinált, mert egyébként egy dobogós helyet megszerezhetett volna, sőt, talán egy futamgyőzelmet is. Ez majd itt az utolsó körökben kiderül, vagy kanyarokban kiderül. Nem tudom, hogy ezt még hány év kell a VTCC-ben, hogy Oriola lehiggadjon. Jó, még mindig egyébként 10 éves, fiatal srác, elég komoly tapasztalattal egyébként már. Ahogy Thomsont beletolta a falba, az teljesen amatőr volt. Hát viszont úgy tűnik, hogy megszerzi a futamgyőzelmet. És azért az nem kis teljesítmény, azt gondolom, hogy
ezzel a Seattal, ezzel a lesajnált Seattal végül két futamot nyer idén, a Hungaroringen és aztán Makaóban. Hafa futamgyőztes, Oriola a második, Coronel a harmadik, aztán Nash, McDowell és Müller, majd jön Basseng, Engstler, Darquin és Henry Hó lesz a tizedik. A rózsaszín, vagy most már csak nyomokban rózsaszín autóval. Ezért megvárnám azt a befutót, kedves kollégák, mert az sem egy mindennapi dolog. Nash kiint McDowell-nek. Manuel Hugué, Oriola versenymérnöke ünnepel. Egyébként a Thomson féle kilökést leszámítva szépen ment Oriola. Jaime Puig, na itt jön Henry Hó. Jaime Puig, a Seat sport vezetője, ment oda picit ünnepelni rolling kölösökkel, és itt van Joan Servia, aki egyébként az IndyCarban versenyző Oriol Servia unokatestvére, és egyben Huff versenymérnöke. Én azt gondolom, hogy most kéne elgondolkozni azon, hogy a szerdai Inside WTCC a szokásos fél óra helyett mondjuk 3-4 órás vagy 1 órás legyen, mert ha erről mind szeretnének beszámolni, az nehéz feladat lesz. Én azt gondolom, hallunk majd néhány igencsak érdekes rádióbeszélgetést, pár egészen őszinte véleményt. És a jövőre a Ladához szerződő Huff azért bebizonyította, hogy ez az ő pályája. És bebizonyította azt is, hogy az autósport nem csak a gépekről szól. Egy gyengébb autóval egy nagyon jó pilóta feljuthat a csúcsra. Továbbra is azt mondom, hogy Oriolát ki kell vennünk a második helyről, de ezt majd csak egy olyan fél órán, 3-4 órán belül tudjuk majd meg. Lehet, hogy akkor sem lesz munkája a felügyelőknek a verseny után. Lesz. Azt gondolom, hogy egy pici bevétele is lesz majd az FIA-nak a büntetésekből. De minden egyes eurót vagy svájci frankot, amit itt kiszabnak büntetésként, azt ki kell szabni. És való igaz, mivel a technikai újítások nem fogják kiküszöbölni vagy kizárni ennek a lehetőségét a WTCC-nek és az Eurosport Eventsnek, amely ugye a WTCC promótere, nagyon komolyan el kell gondolkoznia azon, hogy hogyan szűrje ki ezeket a helyzeteket. Nash végez végül az összetett harmadik helyen, és Chilton az ötödik helyre csúszik vissza, Huff a negyedik ezzel a győzelemmel. Oriola feljött a nyolcadik helyre, Mihalis Norvi pedig jelen állás szerint ugyanott végez, mint 2012-ben a hatodik helyen. Montero a kilencedik, Coronel a tizedik, McDowell a tizenegyedik helyen zár. Az egyetlen verseny hétvégén induló López pedig a húszban. Ez pedig a Yokohama kupa állása. James Nash már az első futamot követően megnyerte összetettet. Kevesen számítottunk szerintem arra, hogy egy Seatot látunk majd itt az eredményhirdetésnél. Megjön Oriola is. Remélem lesz időnk mondjuk meghallgatni Oriolát vagy Thomsont is. Hát Nash elképesztően boldog. Nagyon sokszor elmondta egyébként azt, hogy iszonyú a hálás az All Inkle csapatnak, és ez teljesen érthető. Ha ők nincsenek, akkor szégyen szemre címvédőként valószínűleg nem tudott volna rajthoz állni az idei évben.
úgy is mondhatnánk, hogy ők dobtak neki mentővet. Itt vannak Hafszerelői, ott van Jaime Puig is a Seat Sporttól. Még mindig nincsenek hírek arról, hogy mikor lehet 1.6 turbós VTCC-s autó az új Leonból. Itt van Oriola az édesapjával, őt nem annyira ünneplik. Szerintem bennük is ott van azért ezt, hogy bár az a helyzet, hogy főleg apukák néha elég masszívan be tudnak nézni dolgokat a lelkesedés miatt. Tehát azt sem tartom kizártnak, hogy Pepe papa most meg van győződve arról, hogy a fia nem csinált semmi rosszat. Hát apukák részéről van egy icipici elfogultság azért. Nem. Egy részről. Más részről azért nézzük majd meg, hogy mi történt ott pontosan. Tehát azért finoman szólva nem láttuk jól. De ott Oriola volt egyébként a hunyó. Thompson teljesen vétlen volt ebben az esetben. Hát nagyon kíváncsiak, hogy mit itt élnek. Elemezni fogják a belső, külső kamerát, telemetria adatokat, és azok után fogják elmondani, hogy mi a végeredmény, illetve ami a döntés, de Pepe egész hétvégén nagyon fel volt tüzelve, és én úgy gondolom, egy kicsit átlépte azt a határt, ami már azon a határon belül van, hogy idézi ebbe józanésszel versenyezzen. Azt nyilatkoztat, hogy szeretnél a győzelemért harcolni, és sikerült. Három verseny volt igazából. I think in the end overtook 12 people and finished P1, so just amazing, so happy for the boys, double podium this weekend. Minden kétszer dobogóra álltunk. Nagyon-nagyon boldog vagyok, de Pepe is egész hátulról jött, talán a 13. helyről. For sure I wouldn't be racing and I wouldn't be having a LADA contract in my back pocket either, so you know, huge thanks to everyone, Sayat, everyone who helped, he's been brilliant. Nagyon köszönni mindenkinek, aki segített, és főleg a csapattársaknak, akik szintén nagyon komoly munkát végeztek érte. Kicsit ijesztő volt, amikor Coronelt előzte. Nagyon hálás a csapatnak. Láthatóan boldog. Itt van Oriola. Egyelőre így fest a verseny végeredménye. Half Oriola, Coronel a dobogón, Nash, McDowell, Müller, Basseng és Engsler az első 8, és aztán jön még mindjárt Henry Ho, illetve Gabriele Tarquini, aki pontot szerzett. Bár nem volt rá szüksége. Azt nézem egyébként, hogy ha jól számolom, akkor az 1.6 turbos motorok bevezetése óta nem volt olyan, hogy egy 2 literes autó pontot szerzett Makaóban. Vagy Makaón. Úgyhogy azért ez egy nagyon komoly tett, amit Henry Ho végrehajtott. Más kérdés, hogy ehhez nyilván kellett az a mészárszék, amit itt rendeztek a megelőző körökben. Half megelőzte Chiltont, Oriola is előrébb lépett, bejött Montero elé. Ez a két legfontosabb változás az összetetben. Jövőre azért nagyon sok minden fog változni, és talán egy picit beszéljünk erről, és akkor hát ha sikerül jobb hangulatban lezárni ezt a teljesen őrült futamot és hétvégét. Még nem tértem napirendre, fölötte látszik. Igen, érződik rajtad. Szóval jövőre ugye teljesen új autók érkeznek, gyorsabbak lesznek, jó 4-5, akár 6 másodperccel is körönként. Jó lesz az nekünk? Hát attól függ, hogy kik ülnek majd benne. Igen, ez mondjuk igaz. És a legnagyobb kérdés az sajnos továbbra is, hiszen az autósportot a gazdasági válság elég komolyan érinti.
hogy kinek lesz pénze megfizetni ezeket az autókat. Egyelőre attól tartok, hogy van egy pici esély arra, hogy jó néhány olyan pilóta ül majd ezekbe az autókba, akiknél azért sokkal felkészültebb és sokkal jobb versenyzők is vezethetnék az új kocsikat. De hát ez a helyzet most, ez a világrendje. Minden esetre a jelenlegi, a most képen látott autók jövőre is mehetnek majd a bajnokságban. Jó kérdés, hogy hány lesz, végül hányan neveznek be, hiszen nem is olyan régen jelentették, hogy a Túrautó Európa bajnokságon is lehet majd ezekkel az autókkal indulni. Sok versenyző, sok csapatfőnök nyilatkozott úgy, hogy túlságosan nagy anyagi befektetést igényel ezekkel az autókkal a WTCC-ben versenyezni, és nem biztos, hogy ők szeretnének ezért a pénzért a 15.-16. helyen küzdeni, messze-messze az új autók mögött. Úgyhogy egyelőre van jó néhány nyitott kérdés. Minden esetre nagyon bízunk benne, hogy ilyen jeleneteket nem kell látnunk a jövőben. Mert ennek semmi köze nem volt az autósporthoz. A világbajnoki színvonalú autóversenyzéshez pedig aztán végképp nem. Számomra egyébként ez az Oriola eset továbbra is egyértelműnek tűnik. Abszolút. Itt Oriola egyszerűen Oriolát elöntötte a hév. Érezte, hogy megy az autó, és nem akart egy fél kört sem Thomson mögött tölteni. Amivel egyébként nincs is baj, hiszen ez a felfogás kell ahhoz, hogy valaki jó autóversenyző legyen, csak fel kell tudni mérni azt, hogy... Csak egy sportszerűtlen kategória volt. Igen, fel kell tudni mérni azt, hogy hol férsz el és hol nem. Számomra inkább nem is az a sportszerűtlen, amit a pályán csinált, hanem hogy itt ünnepli magát, és így örül, és elfogadja azt, hogy ő a második. Úgy gondolom, hogy szemtelenség Thomsonnal szembe. Mert abszolút úgy jutott oda, hogy szabálytalan volt egy részről. Más részről meg azt gondolom, hogy azért valahol neki is éreznie kell, hogy ez szabálytalan, és hogy meg fogják büntetni. Ropáf egyébként hatodszor győzött már Makaóban. Megérkezett közben James Nash is, aki a privát győztesként lemaradt az eredményhirdetésről. És azért ez is egy érdekes jelenet, hogy Jaime Puig érkezik a csapat képviseletében, aki ugye nem a csapattagja, nem az All-Inco csapattagja, hanem a Seat Sport vezetője. Gyakorlatilag az egész Seat Sport az All-Inco-nél dolgozik. Egykori Seat Sport. Igen, az All-Inco-nek dolgozik. Én nagyon sokáig abban a tudatban voltunk, meg volt mindenki, hogy jövőre jön vissza a Seat, és az All-Inco lesz a gyári csapat, vagy a gyárhoz legközelebb álló csapat. Jönnek a szokásos babérkoszorúk, és például ezt kifejezetten szeretem, hogy Makaón nem cizellálják túl a kupákat. Babérkoszorú egy olyan kupa, amit majdnem minden évben ugyanilyenre formáznak. Ez a bizonyos győztesnek járó kupa. Ez alkalommal kapnak egyébként egy második serleget is, egy ilyen kupa szerűséget.
a 60. makaui hétvégén való részvétel és dobogóra állás emlékére. Jaime Puig is kap egy serlege, illetve először egy zöldövezetet a nyakába. Ezek a skifi hős hölgyek, hogy tetszenek? Pont azt néztem, hogy... Hát azért egy zakót fölvettek volna azok az urak, akik átadják a díjat a lányoknak, meg adhattak volna egy olyan nadrágot, ami hónajban nem szorít ennyire, mert kicsit... De én vagyok valószínűleg most paprikás hangulatban itt a nagyon magasan kvalifikált pilóták miatt. Urak elmennek, ne kapjanak pezsgőt a nyakukba. A lányoknak ez nem adatik meg. Elképesztő hagyomány egyébként az autós sportban a versenyzőknél, hogy nyakon önteni a lányokat, de most ők úgy tűnik, hogy nem. This one for the fans. She Twitter. I'm gonna give it away. Ó, megint kezdi. Coronel közölte, hogy nézzék, mindenki kövesse a Twitter oldalát, mert hogy ezt a kupát, ezt valakinek odaadja Twitter oldalán. Jönnek a kupák. És jön a második eredményhirdetés, az első futam eredményhirdetése is. Amit nagyon sajnálok, hogy Norbi meg sem kapta az esélyt arra, hogy versenyezzen Huffal. Nem tudom, hogy képes lett-e volna vele menni, hiszen látjuk, hogy Huff eszelősen jól megy itt Makaón. De hogy legalább az esélyt megkapta volna. Tulajdonképpen a második kanyarig tartott neki a második futam. Jön majd mindjárt a második, illetve egészen pontosan az első futam eredmény hirdetése. Erre készülnek Tron Hartvelték, illetve Chris Cronin, Ivan Müller versenymérnöke. Azt gondolom, hogy ez a páros elég hosszú idő után meg fog bomlani, bár erről még hivatalos hírt nem hallottunk, hogy ki lesz Müller versenymérnöke a Citroennél, de nem lepne meg, hogyha egy francia versenymérnököt kapna. Főleg, hogy ha jól tudom, Cronin RML alkalmazott. És egy másik nagy sorozat is véget ér, hiszen 2009 után, illetve 2010 után elhagyja a Chevrolet, illetve az RML-t Müller. 4 évet töltött náluk, ez alatt 3 világbajnoki címet szerzett nekik. Most állunk 2014-re, lesz 3 gyári Citroen, 2 gyári Honda és 2 privát Honda, ezek ugye új autók, és 6, 7 vagy esetleg 8 Chevrolet. A győzelem után megünnepli a 3. helyet is. Milyen kis nyugodt békés volt az első futam.
Ehhez képest. Már-már unalmas. Lesznek majd még érdekes statisztikák egyébként a verseny után, majd ezeknek is utána nézünk. Például, hogy utoljára mikor fordult elő a Seat gyári szint kivonulását követően, hogy egy Seatos pilóta egy hétvégén kétszer is dobogóra állt. Nem hiszem, hogy sokszor. De lehet egyébként, most, hogy ezt kimondtam, mire itt befejezzük a közvetítést, valaki már utána is néz ennek. És akkor még visszatérve a jövő évhez, az emlegetett új autók mellett elméletileg maradnak az ideiek. Jó kérdés, hogy hány, jó kérdés, hogy kik vezetik majd. Rengeteg pletykát lehet hallani. Szinte mindenki azt mondja, hogy a következő hetekben már konkrétumokkal fognak előállni. És hát általában az a helyzet, hogy azok a hetek picit hosszabbra szoktak nyúlni, és a hetekből hónapok lesznek. Jelen állás szerint majd április közepe vége táján rajtol a szezon. Már ez sem teljesen biztos még, pontosan mikor lesz a szezon rajtja. Lesz még idejük a versenyzőknek, az a lényeg. Egyezkedni, csapatot találni, lesz ideje a csapatoknak versenyautót találni, a pilótát. Úgyhogy kezdődik a silly season, ahogy az angolok mondják. Az őrült évad. És Müller megköszöni a közös munkát Wernemelnek. Na, ez egy igazi őszinte dobogó, egy igazi őszinte eredményhirdetés. Látszik, hogy négyőjük közül Magdalnek nem megy olyan jól még a pezsgő kibontás. Most arra sikerült. Emlékszel még arra, amikor a Hungaroringen Coronel oktatta a népet, hogy hogyan kell lassan és sokáig pezsgőt locsolni? Jelenleg úgy fest, hogy április 6-án indul majd a 2014-es szezon, addig kell tehát várnunk arra, hogy ismét VTCC futamot lássunk itt az Eurosporton. Addig lesz még jövő hét szerdán egy Inside VTCC, ami során beszámolunk a mostani, a makaui hétvége érdekességeiről, a háttérről és mi minden történt, amit esetleg nem láttunk vagy nem hallottunk. Illetve a következő hetekben lesz majd még egy szokásos szezon összefoglaló magazinunk is itt az Eurosporton, amelyben visszatekintünk az évad legértekesebb pillanataira, és megnézzük, hogy hogyan lett negyedszer is világbajnok Ivan Müller, illetve hogy hogyan szerepelt első évében a gyári szinten visszatérő Honda a VTCC-ben, meg nyilván egy picit előre is tekintünk majd. Addig pedig, amíg nem kezdődik az új szezon, mindenkinek ajánlom figyelmébe a Eurosport VTCC blogját, ahol folyamatosan információkat találhatnak majd a holt szezonban is a VTCC történéseiről. Sokat fogunk beszélgetni a szezonról, a futamról, a futamokról, az utolsó futamról is, illetve több alkalommal olvashatnak majd interjút Mihelis Norbival, illetve a VTCC szereplőivel, hiszen megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni önökhöz a holt szezon eseményeit is. Egyelőre Makaóról és a 2013-as VTCC szezonról ennyit. Én a kedves nézőknek megköszönöm az egész éves figyelmüket. Laci, neked meg megköszönöm azt, hogy egész évben itt voltál és segítettél megérteni nekünk azt, hogy mi miért és hogyan történik a Tourauto világbajnokságon.
Köszönöm, hogy itt lehettem. 2014-ben ugyanígy, ugyaninnen folytatjuk az új autókkal. Remélem, hogy önök is itt lesznek majd. Köszönjük a figyelmet, Csuti Lászlót és Lantos Andrást hallották, viszont hallásra. Viszont hallásra.